Üdvözlök mindenkit, Devon vagyok. Ebben a videóban ezt a mini számítógépet fogom számotokra bemutatni, és most biztos azt gondoljátok páron, hogy úristen, Devon, neked már megint elgurult a gyógyszeret, tehát mit akarsz ettől a kis géptől? Ezen akarsz játszani? És válaszom erre, hogy igen, ezen fogunk játszani, természetesen előtte szét fogom az egészet szerelni és kibelezni, hogy újra pasztázzuk, mielőtt még túl melegszik és felgyullad játék közben, viszont alapvetően nem csak így fogunk rajta játszani, hanem egy másik módon is, amit sajnos a gamerek nagy része elítél, mivel például az első benyomás meglehetősen negatív volt még a múltban, és azóta nem tudták elengedni ezt a sérelmet. És igen, a mai napon a cloud gamingről lesz szó, és arról, hogy ez a pici mégis mire képes még ezen kívül. A mai videó sztárját a pécsi PC-től kaptam, ahol a nálam lévő Fujitsu P920-on kívül sok más és akár olcsó gépet is tudtak szerezni, amik szintén alkalmasak MediaBoxnak, cloud gamingre vagy csulis feladatokra. Na kezdjünk is bele a kis számítógépünk szétszerelésébe, ugye ezek a brand gépek nagy valószínűséggel életükben még nem voltak szétszedve vagy újrapasztázva, ezért minden esetben, hogyha valami ilyesmit veszünk, akkor érdemes szétszedni, és hát ezt mindenféleképpen meg kell oldanunk valahogy, hogy használat közben nem elegedjen túl meg, ne romoljanak el az alkatrészek. A teteje egész könnyen lepattan, csak ki kell húzni, meg kell találni, hogy melyik oldalra kell, ezt félre is tesszük, és ezt megcsináljuk ugyanúgy a másik oldalával is. Ki kell szednünk a csavarokat. Lehet, hogy ez a mini csavarhúzó készlet fog kelleni, hogyha ez nem lesz jó bele, mert ez a legkisebb, ami ebben van. Mielőtt még elnyaljuk a fejét, akkor inkább váltsunk csavarhúzókészletet, mindjárt hozom is a másikat. E közül a kettő közül legalább az egyik biztos jó lesz. Hát ez eléggé bele van szorulva. Még ennél is kisebb kell. Na nézzük ezt. Aha, hát ezzel már jön. Kis pici csavarok. De bele van szorulva. A másik egy pikpak jött, de ez... A felsők azok pofon egyszerűen kijönnek, de ezek az alsók, ezek nagyon bele vannak feszülve. Nézzük a jobb alsót, hát az könnyebben jön. Hát nem, ezek az alsók tényleg nem adják magukat egy könnyű. Oké, sikerült. Na ez viszont nem adja magát. Aminek baromira nem örülök. Hát ez csak pattog-kattog, ez nem lesz így jó. Sikerült. Oké, a pici lapos fejű megoldotta. Vissza már nem fogom ennyire szorítani. Hát, ha még egyszer szét kell szednem életemben. Na jó, akkor váltsunk vissza az eredetire. A pici csillagra. Oké, ez megindult. Ez az. Na, már csak egy. Már csak az utolsó. Ja, itt van még egy. Oké. Akkor még azt is. Ez könnyen kijött. Easy peasy. Oké. Ez is megvan. Jól van. Szépen félreteszem a csavarokat, hogy tudjam, hogy melyiket hova kell majd visszatenni. Nézzük, hogy tartja még itt valami. Aha, nagyon jó. Egyel bentebb jutottunk. Na akkor most szedjük ki a DVD olvasót. Hogy ez? Nem, ezt csak így ki lehet venni. Nagyon jó. Nagyon jó. Akkor ezt félre is tehetjük. Na nézzük. Mi van még itt? Egy darab RAM van csak benne. Ja, ez egyszer 8 giga. Aha, értem. Akkor azért nem voltak olyan szépek az FPS számok, erre érdemes figyelni, hogy 2x4 giga legyen benne, ne pedig 1x8. Na ezt majd valahogy megoldom, hogy rendesen ki tudjuk próbálni, hogy a kisgép mire képes, amennyiben megfelelő mennyiségű és jól elhelyezett RAM-ok vannak benne. Aha, itt már mélyebbre kell nyúlni. Kérdés, hogy ez így belefér-e. Aha, nagyon jó. Egyre mélyebbre és mélyebbre nyújtunk. Tehát itt van ugye a hűtője. Ezeket a kis kábeleket most kihúzom.
kell leszednünk a hűtőt róla. Ugye ezzel van a legnagyobb probléma, biztos szét van száradva a paszta. Nem egy mostani darab. Oké. Okay. Aha, hát ezen már nem nagyon volt semmi. És nézzétek meg, ez már nem hűt semmit. Akkor ezt most inkább a kuka felett fogom, hogy ne szórjam szét mindenhova. Oké, okay, ez szép tiszta. Most jött a hűtő része. Ez is megvan. Na akkor, kapja meg a kis pasztát. És akkor most szereljük össze a picikét. A számítógép a következő specifikációval rendelkezik. Intel i5 4590T, maximum 3 GHz-es boosttal, 4 mag, 4 szállal. Intel HD 4600 integrált videókártya, 1x8 GB DDR3 memória, amit bővítettem még további 4 GB-val, dual channel lehessen, illetve 240 GB SSD. Visszatesszük a helyére. Sutty, be is pattant. Jöhet a 3 csavar. Amire érdemes figyelni, hogy pont ennél DisplayPort van, nem pedig HDMI, szóval feltétlenül kérjetek hozzá átalakítót. Szuper! Na akkor fordítsuk meg, és tegyük vissza a lemezolvasót is a helyére. Bár nem nagyon... nem tudom, hogy mégis kihasználja még ezt, de nyilván, hogyha már benne van akkor, és része a gépnek, akkor úgy tegyük vissza, ahogy volt. Így, be is pattant. Csodás. Teteje. És végül jöjjön szépen az alja. Kész. Frissen pasztázott mini PC. Ezt a számítógépet épesző ember általános böngészésre, munkára vagy videók bambulására használja, na most én viszont kötelezőnek éreztem, hogy azért egy-kettő játékot próbáljunk ki rajta úgy is, hogy nem streamelünk. A Cségó 720p-n alacsony grafikai beállítások mellett tudta tartani 60 fps-t, szóval a célt elértük vele. Erre képes a kicsike, másodikként pedig a LoL-t próbáltam kikapcsolt árnyékokkal, közepes grafikai beállításokkal 1080p-n, viszont nem volt hajlandó beesni 70 alá. Szóval erre is alkalmas, úgy tűnik. De ennél többre nem hiszem. Na kezdjük a cloud gaming teszteket, amihez a GeForce Now-ot fogom használni, miatt még azt hinnétek, nem kerestek meg promóval saját előfizetés. Amúgy mindenki, akinek gyenge gépe van, de egész jó netje, az töltse le, próbálja ki, ingyen lehet egy órákat játszani bele, ha kivárod a sorban állást. Nyilván előfizetőként azonnal bedob a játékokba, és egyszerre 8 órát is játszhatnék, anélkül, hogy lecsatlakoztatna bármikor. Az első teszteket minden esetben automatikus bitrátával használtam 1080p felbontáson 60 fps-sel kikapcsolt V-Sync. Kell. A másodikakat pedig 720p-n teszteltem 15 megabitre korlátolt rátával, mivel az erről szóló szavazáson sok gyengébb internettel rendelkező személy is részt vett. A cloud gaminget általában azok szokták szidni, akik kompetitív FPS játékokkal játszanak, szóval úgy voltam vele, akkor jöjjön három hatalmas, sikernek örvendő e-sport FPS játék, természetesen kábeles internettel használva, nem wifi-vel. Az első a Cségó lesz, amihez tartozik még pár napig egy kis nyeremény játék a Hellkéz jóvoltából, azon felnőtt feliratozók részére, akik használják az oldalt, vagy szeretnék kipróbálni. Az oldalon lehet ládákat nyitni, ládaharcokat vívni, ahol a győztes mindent visz, illetve fejleszteni is. Ne felejtsd el használni a Devontech kuponkódot. Link a leírásban. A Cségó 1080p felbontáson automatikus bitrátával tökéletesen futott, annak ellenére, hogy én eléggé kényes vagyok az inputra, mivel nekem az a taktikám, hogy egy lövés, egy halott, nem pedig a spray and pray. Szóval eddig le a kalappal. A 720p-n 15-ös felső korláttal is megfelelően futott a játék, nem volt se lag, se stutter, csak a messze lévő ellenfeleket nehezebb így eltalálni, ugye?
következő játékunk a Fortnite volt 1080p felbontáson, automatikus beállításokkal, és láthatólag a GeForce Now által előre beállított grafikai beállításoknak hála a játék problémamentesen futott, és jó pár kill-t sikerült összeszednem. Gondoltam ezután, hogy felhúzom maxra a grafikát, és láthatólag elbírta mindenféle probléma vagy input delay növekedés nélkül. P720p-n egy kicsit szenvedett a szemem, ugye Chigo-nál kisebb pályákon nem olyan vészes, de egy Battle Royale esetében hatalmas nyílt terekkel hazudnék, ha azt mondanám, hogy le voltam nyűgözve. Játszhatónak persze játszható a 15-ös felső korláttal is, és képes volt kinyomni a streamen keresztül 60 FPS élményét, szóval végül is nem panaszkodom. Apex esetében a játék kifogástalanul futott 1080p felbontáson automatikus rátával, viszont amit furcsáltam, hogy néha-néha akadozott a zene, vagy a bemondó hangja, miközben a játék viszont folyamatos maradt. Ez nem tudom, hogy a stream miatt van, vagy valami más miatt, de ezen kívül baromi élvezetes volt. P720p-n 15-ös korlát esetében hasonlóan az előzőekhez, az Apex is képes volt tartani az input delay-t mindeközben, kitolni az arcodba akadás nélkül a játékot. Szóval összességében, ha megfigyeltük a bal oldalt felül kiírt statokat, Full HD felbontáson a játékok 60 FPS mellett 23x30 megabitet fogyasztanak el másodpercenként, hogy te kellemes játékélményt kapj. 720p-n pedig 9 és 15 közötti értékek voltak láthatóak. Persze ez nem azt jelenti, ha pont van például 30-as letöltésed, akkor neked jól fog futni a játék. Én legalább azt mondom, hogy a duplája szükséges, főleg, ha nem csak te használod az internetet. Amúgy meg a bit és meg a byte között 8-as a váltó szám, szóval hogyha a letöltésnél azt látod, hogy valami 3-mal tölt, akkor neked 24 megabites az internetet. Mivel ingyenesen próbálhatod a GeForce Now, ha csak egy órákat akarsz játszani és kibírod a sorbaállást, akkor le tudod teszteni magadnak, hogy érdemes a számodra előfizetni. Megvoltak a kábeles netes tesztek, most jöjjön az 5G-s wifi teszt, úgyhogy a router és közöttem van egy vastag téglafal. Elsőként jöjjön a Control 1080p tesztje. Másodiknak jön a Just Cause 4 1080p tesztje. I'm at Project Yappa. Rico, there's a console further up this structure. Not sure how I'll figure it out. És végül jöjjön a Chigo, amit szerintem engedjünk el a többi kompetitív játékkal egyetemben, ha wifin játszunk.
Összegzésként annyit mondanék, hogy legutóbb, amikor még csak bétában próbálgattam a cloud gaminget, nem volt valami szuper élmény. Viszont mostanra egész szépen kinőtte magát, és azoknak, akik nem tudnak drága gépeket venni, releváns opcióvá vált. Nyilván nem ezen keresztül lövöd majd meg a globál elitet, leszel Challenger LOL-ban, vagy nyered meg a Fortnite és Apex versenyeket, mert ahhoz úgy gondolom, hogy magasabb FPS és megfelelő monitorra van szükséged, jobb input delay-jel és élesebb képpel. Viszont, ha neked elég egy kellemes játékélmény, hogy végre tudja barátaiddal játszani, akkor természetesen adott a lehetőség. Úgy vettem észre, a nézők és a Discord tagok között is egyre elterjedtebb ez a megoldás. Szóval, próbáld ki bátran! Ez lett volna a mai videó, remélem tetszett. Ha igen, dobj egy lájkot, és hogyha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára. Devon voltam. Sziasztok!